45-en foglalnak helyet ezeknél az asztaloknál Mecsek-Nádasdon. Mindannyian egy dolog miatt gyűltek össze, ez nem más, mint a bor. Most zajlik ugyanis a magyarországi németek országos borversenye. Közel 700 üvegnedűt kóstolnak két napon keresztül a bírák. Köztük van egy fiatal szőlészborász, Posta Bori, aki Szekszárdról érkezett. Édesapámmal együtt kaptunk meghívást, hogy vegyünk részt ezen a bírálaton, és nincsenek semmi akadálya, szívesen segítünk egy ilyen rendezvényen. Plusz nagyon jó tapasztalat ilyen sok termelőnek mindenféle különböző borát megkóstolni. A zsűri fehér, rozé és vörös borokat kóstol, de különlegesik, hogy több Schiller is van a minták között, bár sokkal kevesebb, mint néhány évtizeddel ezelőtt, véli egy másik borász. A szintén szekszárdi Ferenc Vilmos szerint nagyon jó minőségű italok közül válogathatnak. Összességében el lehet mondani, hogy a borok 80%-a hibátlan és különleges minőséget produkálnak. 20% az, azért mondom, hogy 20%, ami miután ez a borverseny, itt nagy üzemek és kis termelők is vannak, és érezhető a technológiai különbség. Ez ugyanúgy valószínű, mert országos, itt különböző borvidékekről érkeznek a borok, és hál' Istennek, ami nagy érték itt, hogy ezek is érezhetők. A szakember elmondta, hogy a hagyományos 20 pontos rendszer alapján értékelik a borokat. Mint mondja, elsőként a színét és az illatát vizsgálják meg, majd 2-3 korty után mondanak bővebb véleményt. Miután a zsűri kiválasztotta a legjobb nedüket, április 9-én megtartják az eredményhirdetést is, melyet egy svábbállal kötnek össze.